kívánok! Sok szeretettel üdvözlöm neked, Trianon szemmel 2023 évi külön számjának bemutatásén a Boda Galéria Fadban, Rutkai Péter in memoriam kiállításának jelen pillanatban még álló keretei között. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttek, várakozáson felüliek mondhatnák azt, de igazából az elmúlt napokban a Magyar Művészeti Akadémia székházában volt egy nagyon pregnáns és nagyon szép rendezvényünk, ott is ugyanezeket a köteteket mutattuk be. Jelen alkalom egy kicsit családiasabb légkörben, de ugyanúgy zajlana, tehát hogy a szerkesztőségi tagok szeretnék prezentálni mindazt, ami ezekben a könyvekben olvasható, úgyhogy ha megengedik, akkor ezt őket mutatnám be. Hát hogy udvariassági szempontból Kolconai Katalint, a Trianoni szemle olvasó szerkesztőjét mellette. Mellette Szidurokulasz Archimédesz, Trianoni szemle főszerkesztőjét. A Trianon Kutatóintézet közhasznú alapítvány kuratórium elnökét, és ugyanígy még áll körünkben jelenlévő Sipos Endre művészettörténész, művészetfilozófust, a Trianoni szemle szerkesztőjét. És engedjék meg, hogy végül is nem utolsó sorban köszöntsek körünkben az est meglepetés vendégét, ilyen szempontból meghívó nem tüntettük fel, de egy nagyon szoros együttműködés eredményeképpen vállalta, hogy prózai és vers előadó művészként Cserna Csaba színművész közreműködik. Köszönöm szépen, átadnám a szót akkor a Trianoni szemle főszerkesztőjének, illetve Kolconai Katalinnak, hogy akkor kezdjük meg az estét. Köszönöm. Nekünk nagy örömünnep, hogy számunkra is hihetetlen, hogy már a 14. évfolyamát mutathatjuk be itt jelen galériában a Trianoni szemlének. Azt talán mindenki tudja, ha nem, akkor most elmondom, hogy eredetileg ez egy tudományos, szakmai, nagyon nagy tervű folyóiratnak indult, persze a szakma nem akarta elfogadni, sőt a hivatásos történészek, és akiknek ezt a témát kiadták, azok meg is sértődtek, hogy hogyan és milyen jogon merünk mi ezzel foglalkozni egyáltalán. Hát ez az ő területük, ez ki van szépen osztva. Úgyhogy kaptunk hideget, meleget, de leginkább segítséget, támogatást, akkor is, amikor a legnagyobb bajban voltunk, akkor baráti, emberi, anyagi támogatást is kaptunk, legtöbbször, nagyon sokszor épp a határon túlról is, úgyhogy köszönjük szépen a jelenlevőknek is. De most átadom a szót a főszerkesztőnek, Szidiropulosz Archimédesznek, hiszen ő volt az, aki leginkább azt képviselte, hogy ez egy tudományos folyóirat legyen. A két lap az egyiknek a megmutatom, hogy melyik ez a lap. Ez a Boriton, a Szent Korona kilátó van Kisgyőrben, ez a Borsodabói Zemplénben van ez a település. Ennek a kötetnek, mint ahogy a második kötetnek is, két nagy fejezete, két nagy témaköre van. Az egyik témakör, Magyar Örökség, Nemzetégek Párbeszéde. Minden fejezet egy-egy kezdő írással indul, itt az első kötet első fejezete Prohászka Ottokárnak az 1920-ban megjelent írása, az, ami bevezeti, keresztény nemzeti feltámadás. Nem véletlenül ezzel indítottuk ezt, az egészet. Érdemes elolvasni, nem hosszú. Az első kötet második fejezetét pedig Klebesberg Kuno, tehát nem akárkinek az írásaival indítjuk a két lapot. Itt olyan írások sorakoznak egymás után, amelyek egyrészt a régi nemzedékeket állítja fel, a másik oldalon pedig a mai nemzedékek. Például a régi nemzedékek közül Bartók Béla, Csornoki Jenő, Györfi István, Zsida Jenő, Sinka István, Vas Albert, Mikó Imre, Bajcsi Zsilinszki Endre, Joachim József, szobrász, festőművész. Mai nemzedékek között pedig fölsorolok néhányat. Ijes Gyula, Makovec Imre és tanítványai Túri Attila, Ferenc István, építészek, Prutkai Péter, festőművész, Hefter László üvegművész és mások. A tudósok, meg a magyar nép is az önvizsgálatot elvégezte, de emellett ez túl nagy hangsúlyt kapott, meg a fájdalom is, és a
mostani nemzedékekre már eljutottunk oda, hogy az ismeret, az önismeret hiánya szinte eltűnt. Akkora volt a fájdalom, hogy nem mondták el a szülők, a nagyszülők mindazt, ami velük történt, és kezdtek gyökértelenné válni a fiatalok, a maiak is. Tehát ezért fontos nekünk az, hogy akár családtörténetben, helytörténetben, mindenütt, a ismeret szintjén tudjuk meg, hogy kik vagyunk, nem vagyunk alávalóak, sőt, mint akár a többi nép is. Ez bizonyítja az is, hogy megmaradtunk, mert egyébként ennyi taglóütés után csoda, hogy megmaradtunk. Erről az országzászló mozgalomról egy nagyon jó tanulmány is van az írásban. A művészet ebben a két lapszámban most nagy hangsúlyt kapott. Egy kicsit hála Istennek, Fekete Istvánnak és meg a Magyar Művészeti Akadémiának, meg a művészeknek, akik nagylelkűen ugyanarról beszélnek, amiről mi, csak segítenek érvényre juttatni a gondolatokat valamilyen módon, hogy egymás segítsék és működjenek. És hát a nagy művészetfilozófusunk, Sipos Bandi, úgyhogy kérem szépen, hogy akkor mondd el a bölcsességeidet. Ez egy történeti folyamatnak indult, de annyira kiszélesedett a tematika, hogy ez a szám szinte virtuózan átfogja az egész terepet. Én a festészeti műelemzésnél azt akarom bebizonyítani, és azt szeretném elérni, hogy az ellenforradalmi korszakot a talprálás korszakának nevezzék, és virágzó művészeti élet volt a két háború között. Tehát ez egy sorozat, most én elemeztem Torma János, Csók István, Vaszari János, Rudnai Gyula, Koszta József, Tornyai János, Holló László, de olyan művészeket is, akik liberális jellegűek, Czóbel Béla, Derkovics Gyula, Farkas István, Bernát Aurél műveit. Tehát, hogy amikor festették az alkotást, milyen életérzés jelent meg? Hogy jelent meg a 19. századi magyar érzés? Vagy hogy hatott rájuk az avantgard művészet? Nagyon érdekes Szabó Tamás és Joakim László, Joakim József szobrász festőről szóló tanulmánya. Az egész életművet feldolgozzák. Tökéletes reprodukciókkal. Keppel Márton Prutkai Péterről írt a posztmodernről. Gerbe Janita interjúja Hetver László üvegművésszel. Ez is nagyon izgalmas. Tehát nem csak a képzőművészet, az iparművészet. Ludman Mihály a magyar remény szimbólumairól írt egy remek tanulmányt. És engedjék meg, hogy a másik kötetből is elmondjak, hogy mit szerepelnek a harmadik, negyedik számban például Pécsi L. Dánielnek a jelképavatás. Egy olyan bensőséges, és neki most lesz egy életmű kiállítása Pécsi L. Dánielnek. Hisz ő az, aki magyar címereket tervezett az elszakított területeken is, meg itthon is. Veres Sándor László expresszionista művészről írok egy recenziót, és elemzem a műveit, és ő kortárs festő, még élő festő, és az a kettősség, amiről beszéltem az előbb, itt is érvényesül, hogy a stabilitás keresés, és ennek a kornak az a fantasztikus futurista dolga is megjelenik, ez Feledi Balázs könyvét elemzem. Gerbei Anita Gessler Mária kerámikus művészről ír remek tanulmányt. És Ludman Mihály Horvai János szobrászról, aki az egyik legnagyobb magyar szobrász, aki a művészet, a Kossuth téri Kossuth szobor tetszik nekem, de hát a magyar fájdalom szobrát is ő készítette, elpusztult az életművébe rengeteg mű, de így is a legmélyebb szobrászat az övé. Turnai Tíme a divat sok, bemutatja a két háború közötti divatot, ami ugyancsak jellemzi a kort, hogy öltözködtek a különböző társadalmi rétegek. Tehát kik ragaszkodtak a tradicionális viselethez. Most milyen szép volt, mikor felsőlokon voltunk, gyimes felsőlokon, és az igazi székely, csángó népművészeti ruhába jelentek meg a diáklányok ballagásnál, és olyan átszellemült hangulat volt a keresztény szertartás miatt, hogy nem csak azért megyünk, hogy segítsük őket, hanem azért, hogy feltöltődjünk. Hogy újra magyarokká váljunk, mert ők azért ez a szigeten megmaradt a mély magyarság. Tehát nem kell nekünk mindenképpen pesszimisták lenni, tehát a trianoni szemléről nem csak a fájdalom jelenik meg, hanem az az őserünk is. És ez a műalkotás elemzésben kitudódik.
Gulyás László szegedi történész historiográfiai áttekintést ad a 100 éves évfordulón megjelent kiadványokról. Azt lehet mondani, hogy szinte teljes a tanulmány végén bemutatott könyvek bibliográfiáját is közreadja. Jenei János, egy fiatal térképész kutató, aki Dél-Afrikából érkezett haza, ő a térképészekről, a brit és francia térképészekről beszél, és többek között a briteknél lévő térképekről és a Párizsban bemutatott magyar térképekről. Nagyon izgalmas. Vagy itt van Rafai Ernő, alapító tagunk. Rafai Ernő Sitton Watson-t választotta most témájául, a más néven, ugye Scotus Fiator néven, és a Jászi Oszkárral való kapcsolatát hogyan tudott a két ember egymásra találni, de a második kötetben is vannak nagyon jó írások. Kocsis István a Szent Korona és a nemzetiségi kérdés kapcsán ír a nemzetiségi mozgalmak éles magyar ellenségéről. Botlik József a közelmúlt 1991 és 99 között dúlt háborúról, délszláv háborúról, a drávaszögi és a szlavoniai magyarság pokoljárásáról ír. Adorján Dávid abban a sorba tartozik, amit Sipos Bandi említett, ő a zene világát kutatja a két háború között, tehát a Horthy korszakban, és végül egy mondatot hadd mondjak a saját írásomról is. Röviden arról írtam egy esszét, hogy miért nem szabad az európai polgár. A címe ugye szabad-e az európai polgár, eleve benne van a válasz, hogy mit gondolok erről. Mert arról, hogy ismét vissza akarják hozni azt a hatalmi struktúrát, amelyet még kolosszálisabb hazugságokba rejtenek el. Kis Benedek, tábori posta. Évek óta készülök neked levelet írni, nagyapám. Évek óta halogatom már ezt a levelet, de mit neked az évek? Fekszel hanyagul hegykén 23 nyarasan, így fekszel valahol immár 66 süket esztendeje, melledre szorított kezedben golyó ütötte sebb lilioma. Mit neked az évek? Az én eszeveszett szarvas futásom a napok rengetegében. Felzugnak pedig érted a nyárfák, az én tüdőm itt ez a nyárfaliget, s felzokog érted. Világnak futtatott, mi dolgod volt neked Tiszákkal, Habsburgokkal? Tudtad-e, mi köti a bakanóták híres Ferenc Jóskáját Arad városához? Tudtad? Nyárfalomb tüdővel zokog föl életem, érted? Jól tudom, mit sem tudhatsz azonban rólam. Tudatom hát veled, lányod megszületett, a neve Mariska, s ő az anyám. Micsoda kínok köz szülte árvának szép nagyanyám. 18 éves volt akkor, beszéli gyakran, s beszólt a cigány Mátyás bácsi apjának udvarába. Gazdurom, levél gyűjt, meglőtték a fiát! S ájult el menten. Sápadoz folyvást azóta is, és beszéli gyakran, előző éjjel ott jártál álmában nála elbúcsúzkodni. Áltál az ablakkeretben rövidre nyírva, egyetlen szavad nem volt, áltál csak bocsánat kérő mosollyal távolodva, s tudta már, hogy nem lát többet. Emlegetnek az öregek is még olykor, mesélik harsány nevetésedet, nyűhetetlen kedved, dicsérik kezedet, rég volt számtalan mestermunkád, 23 nyaras ezer mestert. 60 év távlatából is megemlegetnek. Ezt a metszeollót itt né, még ő csinálta. Szükség van itthon rád ma is. Látod, nem kicsiség ez. Csak somolyogsz az ilyen beszéden. Látom, jól esik mégis a szó. Mit is szólnál? S én mit is írhatnék többet? Befejezem hát. Régen nem láttunk. Kérj szabadságot, nagypapa! Gyere haza! Felzúgnak, érted, itthon a nyárfák.